Sziasztok! A mai videóban a 7869-es tételszámú Battle for Geonosis, azaz Hearts a Geonosisért nevű készlettel érkeztem hozzátok. 2010-ben jelent meg ez a készlet, 2010 decemberében és 2012 decemberében vonult nyugdíjba. Így a gyűjteményemnek a féltett kincse, mivel ezt még kiskoromban kaptam. Tehát ebben az időintervallumban kaphattam, akkor ilyen 10-12 év között mozogtam, szóval jó régóta megvan már, és mindig nagyon vigyáztam rá. Egy ismerősöm kapta meg először, és ott láttam ezt az ágyút, és az ágyú volt az, ami miatt én nagyon akartam ezt a készletet, és csak ugye így utólag idősebb fejjel láttam, hogy azért ugye a Rex mi figura, ami itt a legfontosabb az egészből, de még így mai fejjel is azt mondom, hogy ez az ágyú nagyon jól sikerült. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen, szép állapotban meg tudtam őrizni. És most így be is tudom nektek mutatni, ami szerintem egy ilyen jó kis különlegesség tud lenni. Tehát ez a készlet elég régi, már 12 éves. Ugye a Clone Wars-os tematikába tartozik. 331 elemből épül föl, viszont 5 minifigurát kaptunk hozzá, ami azért egy eléggé jó arány mai szemmel nézve is. Főépítés az a droid ágyú, aminek a neve az, hogy J1 félautomata proton ágyú, vagy Fleck proton cannon. Ugye ezt nagyon sokszor láthatjuk így a szeparatista oldalon, hogy ezzel ágyúzzák a klónokat. Nagyon jellegzetes formavilága van ezekkel a lekerekített ívekkel a hátulján, illetve ezekkel a szemszerű tányérokkal, plusz ezekkel a pók jellegű lábakkal. Szerintem eléggé eltalálták itt ezeket a főbb részeket. Nyilván méretben nem arányos a sorozatban látható méretű ágyúval. Ez nyilvánvalóan egy kicsit kisebb, vagy hát kisebb az egész, viszont szerintem eléggé jól tud kinézni. Az ágyú is, maga az ágyúcső is viszonylag ugye egyszerű, viszont a végén egy ilyen sötét szürke hordó van, tehát így üreges a vége, tök jó szerintem. Illetve van benne néhány játékfunkció is. Az egyik az, hogy még ezt a régebbi fajta lövedéket ki tudjuk belőle lőni, rugós kilövő formájában, mégpedig úgy, hogy hátul ezt a kis kart felrántjuk, és ugye ez a gumis végű ilyen technik kilövő, ami már nem igazán látható mai készletekben. Plusz funkció még, hogy így az ágyú elején van egy ilyen kis fogaskerék, ezt pedig tudjuk forgatni, és ezáltal pedig az ágyúnak a belövési szöge változtatható, tehát egészen hátra tudjuk hajtani, illetve ha lefele kell lőni, amely magaslaton van, akkor pedig eléggé előre is tud bukni. Kap még egy kis kezelőpanel, ahol be tudunk ültetni egy B1 Battle Droidot, viszont ugye, mivel ezeknek nincsen stud így a lábán, meg hát úgy semmi se, így tényleg csak így beültetni lehet, és nagyon könnyen ki tud esni. Igazából nem a legstabilabb, én régen, amikor játszottam vele, akkor ráhajtottam a kezelőpanelt, ami így igaz nem kezelőpanel lett, hanem egy ilyen ülés biztonsági rendszer, de így legalább benne maradt, szóval alapvetően is nehéz beültetni bárhol egy roam droidot, nem főleg úgy, hogy még itt viszonylag szabadon áll az egész, és így nem lehet így beejteni. Szóval itt a megoldás szerintem jó, ezt sajnos nagyon máshogy nem hinném, hogy meg lehetne oldani. A löveg lábaira rátérve, mindegyiknek van itt a hajlatnál egy ilyen páncéllap, ez tök jó, és emellett pedig tudjuk mozgatni őket, három mozgatási lehetőség van. Egyfelől be tudjuk hajtani, illetve így ki is tudjuk hajtani, tehát eléggé változatos szögbe tudjuk beállítani. Emellett ezt a technic lift armot megfogva ki tudjuk húzni ezt a dugattyút, így mondjuk egy dombra fölfele is tudunk lépegetni, vagy hogyha egy kő van, akkor arra rá tudjuk rakni a lábának a végét. Illetve ezt kapcsolatban maga a lábfegy is dönthető, tehát tényleg minden talajviszonyra fel lehet őt készíteni. Az ágyú mellett pedig fel tudunk építeni egy ilyen land speeder-t vagy speeder bike-ot. Ez fehér, sötét szürke és sötét vörös árnyalatokat kap.
nagyon kényelmes a mérete, szerintem ez közelebb áll a minifigura arányossághoz, mint az új kiadású ilyen speederek. Például ami a Bad Batch-es készletben van, az például túl nagy. Az oldalán itt vannak ezek a sítalpak, amik ugye ez a plusz részletnek számít rajta, jól is áll rajta, nem akar leesni, és ugye egy figurát tudunk ide beültetni, méghozzá a Jedinket, és van ugye kis oldalsó kormánya is, illetve itt ilyen szigonypuskák is plusz részleteket biztosítanak az egésznek, szóval tényleg egy viszonylag kevés elemből felépülő és könnyű, de jól kinéző járművet kapunk hozzá. Most pedig rátérhetünk a minifigurákra, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyük, kezdjük a droidokkal, ugye kapunk kettő egyszerű harci droidot, amik ugye teljesen ugyanazt a kialakítást kapták meg, mint amit a ma is gyártott androidok kapnak. Kapunk egy szuper battle droidot, ami nagyon szép, nagyon jól néz ki, ugye egy ilyen sötét ezüstös árnyalata van, tehát egy kicsit fényes, és az egyik karja az pedig egy ilyen rakétavető, vagy egy ilyen gránátvető fegyver. Ezt a fajta droidot két készletben adták ki összesen, szóval ez egy ritkább dolog, illetve már jó ideje nem is gyártják őket, mivel eléggé törékenyek a klipjei a kéznél, illetve itt a törzs illesztésénél, és ugye hát nyilván az a megoldás, hogy változtatnak az összetevőkön, vagy a kialakításon, nem egyszerűen nem gyártják inkább. Szóval remélem éreztétek így az iróniát. Megkapjuk még a készlethez Luminara Unduli Jedi Mestert, akinek nagyon jó részletes torzót készítettek. A lába és a torzója elől printelt, hátul egyik sem, és ugye ez a köpeny, meg mindenféle ilyen övés, egyéb díszítő ilyen ékszer, meg motívum látható rajta. Tök jó kinézetű. Plusz a fején ez a nagyon jellegzetes fejfedője van, ami egyértelművé teszi, hogy melyik Jedi mesterről beszélünk. Kettő arcot kaptunk hozzá, az egyiken ugye simán látható a szeme és a szája, a másikon pedig van egy ilyen szemüveg rajta, amit ugye akkor vesz fel, amikor a speeder bike-ot használja. Most pedig következzen az utolsó minifigura, amit szerintem a legjobban vártok, ő pedig a Phase 1-es Captain Rex. Ez egy zseniálisan jó figura, ugye nem hiába szeretik annyira ezt a típusú Rex figurát, hiszen van másmilyen fajta Phase 1-es Rex is, de azért ez a legkedveltebb, hogyha jól láttam. A lábban nincs printelve, egyszerű fehér, csak fekete a csípője, van egy kámája, ami ilyen sötét szürke, és nem szövet, hanem ez a műanyag öntvény, tehát így a lábát nem nagyon lehet mozgatni, viszont tök jól néz ki. A torzója elő-hátul festett, viszonylag egyszerű, klón torzója van, a karjai kékek, és van egy Paul drónja, ami ugyancsak egy ilyen műanyag öntvény, tehát emiatt a kéznek a mozgása is korlátozott. De tényleg ez a Paul drón kialakítás mutatja legjobban azt, ami ennek a sorozatban láttuk ezeket. A kezébe a két DC-15-est tudjuk elhelyezni, és jön a sisak, ami gyönyörű szép lett, ugye ez a rendes Phase 1-es klón sisak, rajta a Jedi-okkal, illetve az egyéb sárga kis csíkozással, oldalt a légbőmlőkkel, tényleg egyértelművé teszi, hogy Rexről van szó. A sisakot levéve pedig hozzáférünk a fejhez, amin egyetlen egy printelésű arc van, ez pedig egy ilyen borostás klón fej. És mivel ez a saját gyűjteményből van, emiatt megvan hozzá az összerakású mutató, ami igazi retro füzet, ugye az elején a jó kis Geonosis-i háttérrel, plusz felül Rexnek így a, hát így a portré jellegű képével, hátul ez a Win felirat, meg minden, ez a törzs ki a kérdőívet a LEGO termékkel kapcsolatban, ez abban az időszakban ugye nagyon gyakori volt, szóval nagyon sok készleten rajta volt. A füzet pedig igazából eléggé szokványosnak mondható, szép nagy képek vannak, a lépések ugye így eléggé egyértelműek, még így a színek nem mindig stimmelnek, de ugye ez a régebbi nyomatnak köszönhető, és összesen pedig 58 oldalas ez a füzet, hátul pedig még kapunk ugye reklámot is, hogy milyen egyéb Star Wars-os
készletek voltak ekkoriban elérhetőek, szóval ja, ez egy tényleg egy jó kis visszatekintés így az időben. És jól gondoljátok, megvan még a doboza is. Egy ilyen nagyon vékony kartonban van, aminek viszonylag nagy a fedete, ugye ilyen sárga special edition-ös csík is van az oldalán, jó nagy new felirat, ami nem tudom minek kellett, de ott van, ugyanígy látható a jó kis, hát értelemszerűen a Genosis-i háttér, de továbbra is tökjebben van állítva, meg van animálva a lövés a Rexnek a fegyvereiből, meg a droidok fegyveréből, szóval nagyon jó a dizájnja. Hátul egyéb készletekről kapunk, ugye így ilyen kis plusz fotót, illetve kiemelik így a játszhatósági funkciókat, és láthatjátok, hogy még kiskoromban eléggé szét tudtam szedni így a dobozokat, szóval ja. A doboz tetején pedig egy-egyes méretarányban mind az 5 minifigura helyet kapott, szóval tök jó így az egész készletnek így az élménye. Nem csak maga az építés volt jó, meg a figurák, hanem teljes készlet is nagyon-nagyon király. Ezzel pedig a videó végéhez is értem. Nagyon remélem, hogy elnyert a tetszéseteket. Hogyha igen, akkor kérlek lájkoljátok be, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Hamarosan találkozunk, sziasztok!